Egy kicsit összetettebb rajz esetén már nem elegendő az, hogy minden vonalunk folytonos, minden vonalunk fehér színű. Szükségünk lesz a rajz áttekinthetőségének javításához, bevezetnünk a színek, vonaltípusok, vonalvastagságok fogalmát. Hozzunk létre, kezdésként, mint ahogyan szoktunk, pár rajzelemet. Lehet látni, hogy ez a három vonal rajzelem fehér színű és folytonos. Először nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk színes rajzelemeket létrehozni. Ehhez menjünk a kezdőlap fül tulajdonságok paneljára. A tulajdonságok panel első szintjén látható az objektum színe. Kicsit megtévesztően a fehér négyzet mellett az a szöveg látható, olvasható, hogy fólia. Erről majd később fogok beszélni. Most klikkeljünk rá a combo boxra, és válasszuk ki a legördülő menüpontok közül mondjuk a zöld színértéket. Innentől kezdve, ha létrehozok új vonal rajzelemeket, látható, hogy a színük már zöld lesz. Természetesen a sárga szín is nagyon gyakran használt színérték, válasszuk ki, és most hozzunk létre mondjuk egy sárga ív darabot. A szín mellett a vonalak vastagsága is egy fontos kérdés, alul látható a vonal vastagság, a legördülő menüben most válasszuk ki mondjuk a 0,3 mm-t, 0 mm-től indul, de ez azt jelenti igazándiból, hogy a képernyőn 1 pixel szélesen fog megjelenni, válasszuk ki mondjuk a 0,3-asat, és megint rajzolunk egy kört, sárga színnel, de akárhogyan is nagyítunk rá, azt tapasztaljuk, hogy a kör vastagsága azonos. Ez azért van, mert alapértelmezés szerint az AutoCAD nem jeleníti meg a modelltérbe a vonal vastagságot, mert beszűkíti a rajzteret, viszont ha az állapotcsón rámegyünk a V vast nyomógombra, akkor már is meg fog jelenni a vonal vastagság is a modelltérbe. Utoljára pedig nézzük meg talán a legfontosabb rajz tulajdonságot, mégpedig a vonal típust, hiszen eddig csak folytonos rajzelemekkel dolgoztunk. Ez a legutolsó, legördülő menü. Itt is látható a fólia, a blokk, és hát egy kicsit megtévesztően a continuous felirat, ez a folytonos vonal típust jelenti, valamiért nem fordították le a magyar AutoCAD-be, de többet nem látunk. Viszont itt van ez az egyéb menüpont, ha erre ráklikkelünk, bejön egy párbeszéd ablak, ahol úgymond be lehet tölteni az egyéb vonal típusokat, tegyük ezt meg, menjünk a betöltés menüpontra, és itt mondjuk válasszuk ki a pont vonal típust, amit nagyon gyakran használnak műszaki rajzoknál, itt lehet látni, hogy pont vonal, aztán van olyan, hogy pont vonal 2, meg X2, mindjárt megnézzük, hogy mit is jelent ez. A lényeg pedig az, hogy az öket iso.line fájba ezt a fájt meg lehet találni a háttértáron, és itt vannak leírva szövegesen az egyes vonal típusok, saját vonal típust is létre lehet hozni. Kiválasszuk a pontvonalat, oké, majd figyeljünk rá, hogy az aktuális vonal típus még a fólia, tehát aktuálissá kell tenni, nyomjuk meg az aktuális gombot, majd oké, már is jöhet az új vonal, vagy vonallánc, így mi. Hát ez is folytonosnak látszik, de csak azért, mert nem nagyítottunk rá kellő képen. Nézzük meg most a többi vonaltípust, pontvonal, betöltjük a másik párját, a pontvonal 2-t, oké, pontvonal 2 aktuális, picit belenagyítunk, vonallánc, és hozzá rajzoljuk, ez még sűrűbb. Azaz minden egyes mintának, amelyet megadhatunk a vonal típusként, van egy lépték tényezője, ami megmondja, hogy a egyenesek és a pötty vagy egyéb pont szimbólumok között mekkora hézagok legyenek. Ezt lehet szabályozni is.
Ha most betöltjük a harmadikot, jobban mondva, előbb nem is jó vonaltípus töltöttem be, betöltöm a pontvonal 2-t, mert a pont 2-t töltöttem be, pontvonal 2, aktuális, oda kell figyelni ezekre, rajzolok egy újat, akkor már itt van a pontvonal, és hozzárakjuk a harmadikat, pontvonal x2, és ő lesz az aktuális vonallánc. Lehet látni, ez egy nagyobb léptéktényezővel jellemezhető minta. Bármelyiket is válasszuk ki, elképzelhető, hogy alapérték mellett egyik se felel meg a céljainknak. Ezért a léptéktényezőt át lehet állítani. Ha rámegyünk a vonaltípus egyéb menüpontjára, és megnyomjuk a részletek nyomógombot, akkor láthatjuk, hogy van egy globális léptéktényező és az aktuális objektum léptéktényező. Mind a kettő a vonaltípusoknak a léptékét állítja, szorozza be ezzel az értékkel, de a globális, az összes rajzelem vonaltípusát be fogja szorozni ezzel az értékkel, az aktuális pedig az újonnan létrehozott rajzelemekét fogja csak. Tehát, ha ezt átírom 2-re, és leokézom, akkor lehet látni, hogy az összes vonalnak a léptéktényezője megváltozott. Viszont, ha rámegyünk ugyanide, és átírom ezt 4-re, akkor nem változik semmi, de ha létrehozok új rajzelemet, akkor már igen. És az összes többiét is, amelyet ilyenkor rajzolok, vagy ezután rajzolok, már ezzel a léptéktényezővel fogja megjeleníteni az AutoCAD. Ha kijelölünk a modelltérbe egy rajzelemet, és nyomunk rajta egy jobb klikket, tulajdonságok, ezt a léptéktényezőt megtaláljuk a Property Gridben is. Vonaltípus lépték 4. Ha itt átütöm mondjuk 2-re, akkor szépen fölveszi a 2-es értéket, azaz ezt az értéket egyesével rajzelemenként is tudjuk állítani. A színértéket a legördülő menüvel tudjuk megadni, nagyon egyszerűen zöld, világos kék, ugyanígy lehet a vonal vastagságot is. Így mi, tehát nagyon könnyedén lehet a rajztulajdonságokat beállítani, mint a szint, a vonaltípust, a vonal vastagságot rajzelemenként. De ha belegondolunk abba, hogy már egy ilyen egyszerű bemutató videónál is mennyi rajzelem keletkezik, jön létre, és egy komoly műszaki rajznál több ezer elemről van szó, rádöbbelhetünk arra, hogy nem célszerű így egyesével állítani ezeket a tulajdonságokat, hiszen nagyon nehezen lehet később kezelni, menedzselni így a rajzelemeket, és erre pontosan ebből a problémából kiindulva vezették be az AutoCAD-ben a fória fogalmát, melyet a következő videóban fogok bemutatni.